A Nyíregyházi Állatpark egyik közkedvelt látványossága a papagájsó. A látogatók körében nagyon népszerű, mindig megtelnek a padok érdeklődőkkel, ami nem is csoda. A park trénerei hihetetlen trükkökre tanították be a tollasokat. A méretes szárnyasok csőrükkel szántják a bemutató asztalát, pörögnek, forognak, táncolnak, bámulatos érzékük van a játékhoz. Morgó és Papesz már régi motorosok, több éve szórakoztatják a nagy érdeműt, de az idei szezon nagy meglepetése, hogy új fellépőket is láthatnak a park vendégei. Új szereplőkkel gazdagodott állatparkunk papagáj bemutatója. A már megszokott arapapagájuk és kakadúk mellett, akik profi módon dolgoznak folyamatosan, a 3 éve nálunk kikelt katona arapapagáj, Katika, valamint a kékhátú arapapagájunk Tanki is bemutatja tudását. Bár ők még csiszolják mindennapi tudásukat, hiszen még kis óvodásokról van szó, egyre ügyesebbek, és már be tudják mutatni, hogyan is másznak, hogyan is repülnek a látogatók között. Az arapapagájok ügyességüknek és impozáns megjelenésüknek köszönhetően világszerte a papagájsók legnagyobb sztárjai. Az ara ugyanis az állatvilág egyik legjobban idomítható faja, nem csak sokszínű, de sokoldalú is. A madarakkal úgynevezett pozitív megerősítéssel dolgoznak az oktatók, azaz mogyoróval és szotyolával jutalmazzák őket egy-egy jól sikerült gyakorlat után. A már meglévő feladatok gyakorlása mellett folyamatosan új trükköket is tanulnak. Egy bonyolultabb súelem betanítása akár hetekig is eltarthat. Az állatok számára ez egyáltalán nem megerőltető, ők a bemutatót nem munkának, hanem játéknak és szórakozásnak élik meg.